Vásárlók próbálták megakadályozni a tragédiát, újabb részletek derültek ki a múlt heti brutális gyilkossággal kapcsolatban. Az eddigi információk szerint június 11-én az egyik áruház parkolójában egy 36 éves férfi megölte egy 76 éves férfit. Az eset után derült ki, a két fél ismerte egymást, de régóta rossz viszony volt kettőjük között. A támadót hamar elfogták a rendőrök. Jelenleg előzetes kényszergyógykezelésben van felmerült, hogy kábítószeres befolyás alatt állt a gyilkosság napján. Úgy tudjuk, az áldozat Szikszó díszpolgára volt, a gyilkosság idején pedig felesége is vele volt, aki szintén megsérült, miközben próbálta megakadályozni a gyilkosságot. Figyelem, a nyugalom megzavarására alkalmas riport következik. Éppen egy hete a délelőtti órákban történt a brutális gyilkosság az egyik Miskolci bevásárlóközpont parkolójában. Egy 36 éves férfi kalapáccsal támad 76 éves áldozatára, utána pedig autójával többször el is gázolta. A férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen meghalt. A két férfi ismerte egymást régebről. A sértett, a terhelt szülője, tulajdonában lévő gépjárműjavító műhelybe horta. Szervizeltetni az autóját. Közöttük jó viszony alakult ki, ez később megromlott. Kifejezetten a bűncselekmény elkövetésének indító oka ez idáig nem került feltárásra. Azóta az is kiderült, hogy a boltban vásárlók közül volt, aki próbálta megakadályozni a tragédiát. A szemtanúk közül egy bevásárlását befejező házaspár, amikor kiérkezett magából az áruházból, szembesült a cselekménnyel. A házaspár női tagja felvételt készített a gyanúsítottról. Ezt a nyomozó hatóság rendelkezésére bocsátotta a későbbiekben. Míg a férfi igyekezett megpróbálni, megakadályozni a gyanúsított részéről, a bántalmazást, valamint a későbbiekben a gépjárművel történő elítést, az autó ajtaját próbálta kinyitni, visszatartani. Sőt, úgy tudjuk, az áldozat felesége is a helyszínen volt, aki szintén megsérült, miközben a férjét próbálta védelmezni. Információink szerint a 76 éves férfi civil környezetvédő volt, és 12 éve kiérdemelte Szikszó díszpolgári címét. A 36 éves támadót a rendőrök a helyszínen elfogták, a férfi vélhetően kábítószeres befolyás alatt állt a gyilkosság napján. Jelenleg előzetes kényszergyógykezelését tölti az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben.